És egyébként közben éppen havazik végre odakint így január vége felé. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó végre valahára a 2022-es, vagy hát nem végre valahára, mert már kettő ilyen videó kiment, mindegy, egy újabb 2022-es kedvencek videó lesz, mégpedig ma a sima 2022-es kedvencek videó lesz ez. Ugye már volt egy képregényes, illetve egy barangolásos ebből, mert hogy nagyon sok jó könyvet olvastam idén, és hát valahogy felpróbáltam osztani, hogy ne egy videóba tömörüljön az egész, mert az maratoni hosszúságú lett volna. Nagyon-nagyon sok négy csillagos könyvem volt, és bár én tökre úgy éreztem így évvége felé menet, hogy nem is olvastam sok könyvet, meg jó könyveket, egyébként tök sokat olvastam, és nagyon sok így átlagában szerintem a legtöbbnek négy csillagot adtam. Tehát nem sok három csillagosom van, és a legtöbb az ilyen 4-4 és fél volt, de hát nézzük akkor, mik voltak még ezek közül is a kiemelkedők, amik nem barangolások és nem képregények. Első, ez Moskát Anitától a Hazugság tézései, ami egy novellás kötet, és még nem volt kedvencek között novellás kötetem egyébként, úgyhogy ez ilyen most először létező dolog. És ugye ebben van egy kis regény is, és nagyon-nagyon szeretem Moskát Anitát, ahogy ír, meg mint író is, meg mint személy, egy nagyon-nagyon jó fej, és nagyon-nagyon szeretem. És ugye tavaly volt az Írha és bőr kedvencem, és hát ugye idén jött a Hazugság tézisei, úgyhogy idén meg ez egyik kedvencem. Anita nagyon ütős novellákat ír, tehát brutális, illetve a kisregény is nagyon, nagyon érdekes volt a koncepció, az elgondolás és a kivitelezés, és nagyon-nagyon tetszett. És külön a szívemhez nőtt, hogy végre volt egy olyan Matilda nevezetű karakter egy könyvben, ami nem a konyhásnéni vagy az idős rokon volt. És ezt nagyon tudtam értékelni, mert hogy így könyvekben nagyon Matilda nevű karakterekkel nem szoktam találkozni, és főleg nem mondjuk így olyan pozícióban, mint amilyen pozícióban. Ebben a kisregényben, a végén a kisregényben volt, nyilván most ne számoljuk Roldaltól a Matilda című könyvet, mert az nyilván egy kivételes eset, meg arról kaptam a nevemet, de hogy így más regényekben nem találkozok nagyon Matilda nevű szereplőkkel, és ez... Tehát ez így garantálta már a sikert a szívemhez, de egyébként is nagyon-nagyon szerettem ezt a novellás kötetet, és igen, szóval 2022 volt az az év, amikor nyitottam a novellás kötetek felé, úgyhogy van is egy csomó novellás kötetem, úgyhogy majd szeretnék idén több novellás kötetet is olvasni, illetve Moskát Anitától még ott van a Horgonyhely fönt, amit nem láttok, de ott van a polcomon, úgyhogy az a következő, úgyhogy azt így nem tudom, könyvhétig el kéne olvasni, mert biztos fog dedikálni, és azt is alá kéne irattatnom. Úgyhogy Hazugság tézisei, mindenki olvasson Moskát Anitát. A következő, erről volt egy külön videó is a csatornán, úgyhogy szintén szerintem senkit nem fog meglepetésként érni, meg egy elég ilyen meghatározó olvasmánynak tartom. Ez Emily Nagoszkitól van az Úgy, ahogy vagy, ami ez egy nagyon durván non-fiction kötet, és ennyire durván non-fiction kötetet még nem olvastam szerintem, mert jó, ott volt David Attenborough-tól, ugye az Egy élet a bolygónkon, vagy a Fák titkos élete, és mind a kettő elég meghatározó volt szintén, meg szintén non-fictionok voltak, de hogy ez sokkal tanulmány alapú volt szerintem, mert azért David Attenborough is azért az is olyan mesélősebb volt, és oké, ebben is voltak mesélősebb részek, de egyébként nagyon sok ilyen kutatásra volt találás, meg azoknak a kifejtése volt, meg ilyen anatómiai rész benne. És igen, ugye az alcíme az, hogy az Önfeledt szexualitás pszichológiája, tehát ez egy elég keményen non-fiction kötet volt, és nagyon tanulságos, tehát most csak így végig. Szerintem nem látszódik kamerán, rengeteg mindent aláhúztam benne ceruzával, meg ugye rengeteg minden be is van jelölve, ilyen fontosabb gondolatok, vagy meg ilyesmi, nagyon sok minden van ebben a könyvben aláhúzva. Én úgy fogalmaznék, hogy ez egy olyan szexuális felvilágosítás, amit így sehol nem kapsz meg alapesetben. Voltak benne olyan dolgok, amiket már tudtam, de azért, mert létezik az internet, és a TikTokon nagyon sok mindent meg lehet tudni érdekes módon, ami így előtte nem volt mondjuk számomra ilyen köztudott információ, de hogy alapesetben ez tök jól összefoglalja, elmagyarázza azt is, hogy a különbözőségeket emberek között, és gyakorlatilag nagyon sok minden, amire azt hiszed te magad, hogy hát ez biztos nem normális, normális. Csak a
a média elferdíti a képet, amit így az embernek a saját szexualitásáról kéne, hogy alkosson. Nem biztos, hogy jól ragozott mondat volt. Illetve Emily Nagoszkinak most jött ki egy másik könyve, az az érzelmi kiégés, arra is kíváncsi vagyok, mert úgy érzem, hogy szólít az a cím engem. Nyilván, hogyha valamiről sokat beszéltem a csatornán, vagy nagyon lelkesen beszéltem a csatornán, az nem meglepő, hogy itt van ebben a videóban, és ez elég egyértelmű utolsó tavalyi olvasmányaim között szerepelő kötet is becsúszott nyilván ebbe a listába, ami nem más, mint a legendás Latték, Travis Baldrytól. Imádtam ezt a könyvet, ez egy hatalmas nagy ölelés volt nekem 2022 végén, kávéval és fahéjas csigákkal. És csodálatos, és idén annyira robog a kózi, akár számomra kózi, vagy csak simán kózi köteteknek a vonata, hogy a harmadik Becky Chambers könyvemet olvasom, és 20-a, január 20-a van. És idén 4 könyv olvasásánál tartok, 3-at befejeztem, nem, 2-t befejeztem, az Becky Chambers volt, a harmadik az a Cress, ami a Hotbelly krónikák folytatása, ami azért komfort, mert azt a sorozatot nagyon szeretem, és a negyedik még egy Becky Chambers kötet, tehát hogy és Becky Chambers is ilyen kózi könyveket ír, szóval nagyon fennülök jelenleg a kózi vonaton, és ez abszolút egy nagyon erőteljes trigger volt ehhez, úgyhogy legendás Latték. Olvassatok legendás Lattékat, ha szeretnétek egy kicsit jó érzéseket szeretnétek, hogy egy könyv közvetítsen, ez nagyon jó érzéseket közvetít. A következő, negyedik pontunk ezen a listán, az nem más, mint Holly Jacksontól a jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz, amiről szintén szerintem gyakorlatilag ódákat zengtem. Ez egy BookTube könyvklubos közös könyv volt, és oda-vissza voltam érte, imádtam. Ez egy ifjúsági krimi, de a minden annyira passzolt benne, és tényleg csodálatos volt. Erről igazság szerint belinkelem ide a BookTube könyvklubos kibeszélőt, mert hogy ez úgy mindent elmond. Nem terveztem ezt a könyvet elolvasni, mert ez is egy ilyen TikTok szenzáció volt szerintem, és a címe annyira nem fogott meg, nem tudtam, miről szól ez a könyv, és akkor egyszer csak Zsófi kitette így a nagyvilágba egy értékelést róla, ami abszolút meggyőzött, hogy oké, ez a könyv nekem kell, és zseniális, imádtam, úgyhogy ha valaki egy ilyen tök jól megírt ifjúsági krimire vágyik, vagy egy tök jól megírt ifjúsági könyvre, vagy csak egy tök jól megírt simán egy tök jól megírt könyvre, ami egyébként nagyon szórakoztató, és nagyon viszi magával az embert, akkor jó kislányok kézikönyve. Csodálatos volt. Meglepően csodálatos. Tehát ez szerintem az évem egyik legnagyobb meglepetése volt az a könyv. Mert soha nem gondoltam volna, hogy én ennyire imádni fogom azt a könyvet. És akkor ezen a ponton jött el az, hogy oké, meg kéne egy ötödik könyvet beválaszolnom, de nem voltam biztos benne, hogy mi legyen az. Eldöttem a többi lehetőséget a másik két videóban, ami így mondjuk még így betudott, így abszolút ötcsillagos értékelés volt. Viszont van még itt más is. Amit még nagyon tudok kedvencnek sorolni, Peter S. Beagle-től volt az utolsó egyszarú. Kell ezt egyébként magyaráznom vajon? Tehát kijött ez a csodálatos kiadás belőle a Gabótól, ami Lida. És az utolsó egyszarúról szól. Igen, nyilván ezt a rajzfilmet így vannak emlékképeim a rajzfilmről, maradjunk annyiba. És ez egy nagyon máshogy megírt kötet, mint amit mondjuk én szoktam olvasni. De miután hozzászoktam a stílusához, nagyon-nagyon jó volt. És ez egy ilyen nagyon keserédes történet. Tehát egyszerre fáj és érzed jól magad tőle. És nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy nagyon örülök, hogy tavalyi évem, 2022 volt az az év, amikor én végre ezt a könyvet elolvastam. Nem mondom azt, hogy lehet, hogy miért vártam vele ennyit, mert szerintem így jókor olvastam. Tehát, hogy most voltam abban a korban, hogy tudtam értékelni is azokat a dolgokat, amikről szó van benne, mert nyilván nem csak arról, nem az van ebben a kötetben, hogy így megy az unikorn is, szalad az utcákon, meg a frizé és keresi a többi unikorn, és nem erről szól ez a könyv. Nagyon sok minden más is van benne, úgyhogy tökéletes időzítés volt, és nagyon-nagyon szerettem. És meg szeretném most nézni emiatt a rajzfilmet is újra, mert tényleg nem emlékszem elejétől végéig rá, csak ilyen emlékképeim vannak belőle. Ugye ez lett volna így 5, de idén megszegem a szabályokat, és több könyvet fogok mutatni minden, kb. Minden videóban, mint 5, úgyhogy itt is, és vannak könyvek, amiket szeretnék megemlíteni. Az egyik
az a Hotbelly Krónikák második része a Scarlet, és azért, mert én ugye nagyon szeretem a Hotbelly Krónikákat, mert két kötetet olvastam belőle, de hogy az első is nagyon tetszett, és nagyon érdekelt a folytatás. Idén tavaly elolvastam a folytatást, most olvasom a harmadik részét, és hamarosan olvasom majd a negyedik részét is, meg megvettem belőle ezt a Pont nem látszik, ezt a novellás kötetet is. És ezt nagyon-nagyon szeretem, ilyen... Nagyon élvezem ezt a könyvet, na, és ezt nem akarom tovább magyarázni, ez is egy tök nagy meglepetés volt számomra, és a Scarlet idén az egy olyan kötet volt, ami szerintem ilyen hajnali 3-ig fönnmaradtam olvasni ezt a könyvet, vagy hajnali 2-ig. Tehát nagyon sokáig fönnmaradtam olvasni ezt a könyvet, és nagyon rég volt ilyen, hogy nem tudtam letenni elalvás előtt, úgyhogy már csak ezért is megérdemli, hogy itt megemlítsem, csak ugye ez sorozat folytatás, és annyira nem szeretek sorozat folytatásokat ide behozni, mert egy kicsit úgy érzem, hogy nyilván azért olvastam tovább azt a sorozatot, mert nagyon szeretem. Illetve itt mondanám még a Tweet Cute-ot. Na most én a Tweet Cute-nak szerintem csak négy és felett, vagy 4 csillagot adtam. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon cuki volt, nagyon imádtam, és nagyon régóta szerettem volna elolvasni, úgyhogy nagyon örültem, hogy végre megtettem. Idén igaz, ugye hangos könyvben hallgattam, és utólag vettem meg hozzá a könyvet, mert amúgy annyira szép, imádom ezt a könyvet. Úgyhogy nagyon szerettem. Azt hiszem, csak azért vontam le belőle csillagot, mert nagyon összecsapottnak éreztem a legvégét, a leges legvégét, de hogy így ennyi hibája volt. Amúgy meg imádtam Pepper és Jack között minden létező interakciót. Szintén ilyen nem 5 csillagos, de szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó élmény volt számomra idén. Az a Nem mézeshetek volt Krisztina Laurentől, akik ugye egy szerzőpáros, és szerintem ennek is 4 és felet adtam, de szerintem csak azért, mert az elejét hangos könyvben kezdtem el, és utána annyira berántott egy ponton, hogy átváltottam e-könyvre, és utána meg kb. Letehetetlen volt, és nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, nagyon szerettem, hogy nem egy nagyon tipikus mélypont konfliktus volt benne. Meg volt a problémám azzal is, nyilván azért nem kapott végül is abszolút 5 csillagot, de nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, és Krisztina Laurent nagyon felkerült a radaromra, mert hogy olvastam tőlük másik könyvet is, és az is tetszett, úgyhogy ők nagyon jó romantikus szerzőpáros, úgyhogy mindenképp ajánlom őket romantikus könyvszeretőknek, illetve erről sokkal többet tud egyébként Andi mondani, mert neki meg pont a másik könyv a szerelem képlete? Egyenlete? Lelkitárs egyenlet, az a címe. Annyi ilyen hasonló című van most már, hogy nem tudom számon tartani. De a másik könyv, azt én is Andi javaslatára egyébként elolvastam. És ez is jó volt, úgyhogy igen, Krisztina Laurent egy figyelemre méltó szerzőpáros, és igazából én tök örülök, hogy most elkezdtek a kiadók tőlük könyveket kihozni. A 21. század kezdte el kihozni most könyveiket. Újonnan. Úgyhogy ezek lettek volna a 2022-es kedvenceim még pluszban, ugye a másik két videón felül. Szóval egy tök jó évet zártam, amit valamiért nem éreztem annyira jónak, nem teljesen tudom megmagyarázni, hogy miért, de jó volt, és elég erősen indítottam az évet, úgyhogy szerintem idén is legalább 3 videóból fogom megoldani az összegzést majd. Nyilván jövő év elején, de mindegy, ne szaladjunk ennyire előre. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mik voltak a tavaly kedvenc olvasmányaitok. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!